A Könnyű László könyvtárban tartott egy előadást Varga Máté és K. Német András a kisszékelyi középkori templom feltárási munkálatairól, amelyet a helyi kulturális egyesület megkeresése után indítottak el. Ők vetették fel azt, hogy a falu elpusztult középkori templomát, ami a település mai temetőjében található, tehát csak a föld alatt vannak téglái, kövei, tehát éppen, hogy a helyét tudjuk, hogy ott állt valamikor, hogy ezt fel kellene tárni, mert egy romkertet szeretnének építeni a helyén, tehát az alapjaira, tehát bemutatni az alapjait. Annál is inkább, mert az egyik tanösvény, a négyszörletű kerekedő tanösvény átvezet ezen a platón, ahol ez az elpusztult középkori templom van. Fölmegy a Kálváriához, tehát pontosan beleillik egy már létező turisztikai útvonalba, ez az egyik. Lehet ezt ők jobban el tudnák mondani. A másik pedig, hogy az egykori kisszékei lakosok, tehát kvázi az őseik emlékére szeretnének egy emlékhelyet létesíteni, tehát nem csak egy turisztikai célpont, hanem egy emlékhely. És hát ugye ehhez kérték a Szekszárdi Vosinszky Mór megyei múzeum támogatását. A múzeum örömmel vállalta el a feladatot, hogy az egykori középkori templom ásatási munkálatait elvégezzék. Az elmúlt évtizedekben egyre kevesebb lehetőség van a hagyományos értelembe vett tervásatások végzésére, ugye majdnem csak megelőző feltárásokat tudunk végezni, ugye kiszolgálva a gazdaság érdekét, vagy autópályaépítkezések például. Tehát nincs idő, meg nincs kapacitás arra, hogy ilyen kisebb volumenű ásatásokat végezzünk, ami a régészeket a saját korszakuk vagy kutatási területük miatt érdekli. Ugye én középkoros régész vagyok, a középkori templomokkal foglalkozom, úgyhogy a személyemben volt erre megfelelő ember, aki ráadásul a közelben is lakik. A Kisszékely Kultúrás Egyesület biztosított minden anyagi és infrastruktúrális hátteret, szállást, étkezést, megszervezték a kézi földmunkásokat, tehát ugye ez egy komoly fizikai munka, ásni, lapátolni, csákányozni. Itt egy 70 ember fordult meg az ásatáson, minden napra megszervezték azt a 6-8-10 embert. Tamási katolikus egyházközség fiataljaiból, vagy a Tamási Sportegyesületek tagjaiból, vagy kisszékei lakosokból, vagy kisszékeiről elszármazott idősebb emberek is jöttek, tehát egy igazán változatos társaság volt életkort is tekintve. Újabban van egy ilyen irányzat a régészetbe, hogy valahogy egymásra talál a civil szféra és a szaktudomány. Ugye pont amiatt, amit említettem, hogy sokszor nincs lehetőségünk, vagy nincs anyagi keret, vagy nincs háttér az ilyen ásatásokhoz. A civilek részéről, a helyi közösségek részéről pedig sokszor van igény, hogy a falujuk, településük egy-egy kiemelt régészti lelőhelyét, ami esetleg mondjuk veszélyeztetett, ugye máshol például Pest megyében van honfogláskori temetők kutatása, amit rombol a mezőgazdaság, itt meg egy középkori templom feltárása, hogy ezt össze lehet fogni. Az elmúlt időszakban Tolna megyében nem sok hasonló ásatás történt, ahol a helyieket, az amatőr segítőket is volt mód bevonni a feltárási munkafolyamatokba. Kisszékelyben nem volt egyszerű dolga a régészeknek. Amikor elbontották ezt a templomot, akkor egy elég vastag törmelékréteg keletkezett, és ezzel mind át kellett vágni magunkat, meg egy ilyen templom feltárás soha nem könnyű, mert nagyon sok a téglatöredék, a habarcs, esetleg a kőtöredék, ahol volt, úgyhogy egy elég fáradtságos munka volt. A lényeg az, hogy meg tudtok határozni a templomnak az alaprajzát, ezt már az első évben a kutató árkos segítségével, a második évben pedig tisztáztuk, úgyhogy most úgy néz ki, hogy ez egy viszonylag elég picike kis templom volt, nagyjából olyan 11x6 méteres, úgyhogy most úgy tudnánk elmondani, mint egy kápolna körülbelül úgy nézett ki, de ez egy rendes plébánia templom volt. A templom valamikor a 13. század épületett fel, ugye pontosan nem tudjuk megállapítani. Aztán később hozzáépült az északi oldalon egy sekrestje, és ez állt lényegében a teljes középkorban és a törökkorban, és majd 1741-ben van egy bővítés, amikor a nyugati oldalhoz egy ilyen U alakú részt építenek hozzá. Nyilván akkor megnövekedett a lakosság, és meg kellett nagyobbítani valahogy a templomot. A Kisszékelyben most is álló templom 1823-ban épült, erre az időszakra tehető a középkori építmény elbontása is. Sok helyen az alapfalakat is kiásták a földből, úgyhogy mi a földben lévő alapfalakat sem találtuk meg mindenhol, hanem sok helyen csak a kiszedett árkokat, de ezek is nagyon szépen kirajzolták a templomnak az egykori formáját.
ami lényegében egy négyzetes hajó volt, hozzá csatlakozott egy ilyen patkó vagy félköríves szentély, és ami érdekes még, hogy amit említettem, Sekresi az északi oldalon, az majdnem ugyanakkora volt, mint a templom. Úgy az, hogy fölfelé milyen lehetett, azt nem nagyon tudjuk megállapítani, de hasonló kis árpádkori templom azért vannak a mai napig olyanok, amik így állnak. Találtunk például üvegablakoknak a töredékeit, de ugye arról nem tudjuk eldönteni, hogy ez most középkori, vagy esetleg későbbi kerültek elő vakulattöredékek, de sajnos olyan pici darabok, hogy abból nem lehet megmondani, hogy ez pontosan mit is ábrázolt. Az érdeklődők sok információval gazdagodtak a középkori templomról.